Szerették volna beoltatni magukat. Első, több mint 880 ezeren mentek el oltakozni a koronavírus ellen, országszerte a kormány által meghirdetett, és a hétre meghosszabbított oltási akcióban. Eddig 724 ezeren vették fel a harmadik, 109 ezeren az első, 52 ezeren pedig a második oltást. Ezzel hazánkban 6,1 millió felett van a legalább egyszer oltottak, és 5,8 millió felett az immunizáltak száma, és több mint 2,5 millió embert háromszor be. A magas részvételi arányra és a kezdeményezés sikerességére tekintettel a kormány úgy döntött, hogy december 12-ig hosszabbítja meg az akciót. A Kazincbarcikai Kórházban szintén vasárnapig a járóbeteg szakrendelő földszinti részén kialakított oltópontokra 7 órától egészen 19 óráig várják az eddig még oltatlanokat, vagy azokat, akik a második, esetleg harmadik oltásukat kívánják felvenni. Azok az oltatlanok, akik előzetes regisztráció nélkül érkeznek, a helyszínen elvégezhetik azt, és az oltásuk érkezési sorrendben történik. A korábban regisztráltak az időpont foglaló használatával, hosszabb várakozási idő nélkül vehetik fel az első, az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat. A kórházi oltópontokon továbbra is ötféle vakcina rendelkezésre, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson és Sinopharm. Természetesen a következő hetekben is fel lehet venni a vakcinákat.